Egyre jobb a levegő minősége Miskolcon, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi referense szerint. Nagy Dezső elmondta, hogy Miskolc 3 éve kezdett bele egy levegő tisztaság védelmi projektbe, 2 éve elindították a PM Monitoring mérőhálózatot, valamint a hozzátartozó weboldalt. Létrehoztak olyan mérőrendszereket is, ami pontosan tudja vizsgálni a levegő minőségét, a szállópor szennyezettségét a városban. A beruházás célja többek között, hogy a lakosság egészségesebb környezetben éljen, csökkenjen a megbetegedések száma, és a miskolciak tájékozottabbak legyenek a levegő minőségéről. Mutatja azt, hogy milyen mérőhelyek vannak, és hol milyen a levegő minősége. Ennek a weboldalnak a segítségével láthatjuk, hogy milyen a levegő minősége Miskolcon. A PM Monitoring mérőhálózatot és a hozzátartozó honlapot 2 éve adták át, és akkor indult el. Most jelenleg a városban jó a levegő minősége. Miskolc 3 éve kezdett bele egy levegőtisztaságvédelmi projektbe a Herman Otto intézettel és 9 másik magyarországi településsel. A város vállalta, hogy létrehoz egy olyan mérőrendszert, ami pontosan tudja vizsgálni a település levegő minőségét. Kifejezetten a szállópor szennyezettséget, ami miatt a legtöbb levegő minőségi probléma van a városban. 2 évvel ezelőtt indítottuk be ezt a rendszert. A Miskolci Egyetemnek a szakemberei hozták létre és működtetik ezt a bizonyos PM monitoring rendszert, amit úgy kell elképzelni, hogy 60 darab kis műszert helyeztünk el a város különböző pontjain. Ezeket megtalálhatók villamos megállókban, busz megállókban, magánházaknál, intézményeknél, és ilyen kis fehér lamellás műszertartó házikó kívülről nézve. Ebben a kis műszerben egy szenzor és egy számítógép található. Ezek mérik a levegő aktuális porszennyezettségét. A információt a szennyezettségről ezt telefonos hálózaton keresztül egy központi szerveret továbbítják, és ahonnan ez a pmmonitoring.hu honlapon jelenik meg. Tehát van Miskolcnak egy olyan levegőminőség mérőrendszere, ami online, és valós idejű tájékozódást tesz lehetővé. A monitoring rendszer célja többek között, hogy a lakosság egészségesebb környezetben éljen, csökkenjen a megbetegedések száma, és a miskolciak tájékozottabbak legyenek a levegő minőségéről.